A mutatós szemet gyönyörködtető tortákra a végső értékelés csak kóstolásuk után lehet kimondani. Ennek jártunk utána, hogy hogyan készítik a hobbi cukrászok a látványos finomságokat, és mi motiválja őket. György Stella eredeti szakmáját tekintve pszichológus. Egy évvel ezelőtt kezdett el cupcake-eket készíteni. Családjában nagy hagyománya van a sütésnek. Elmondása szerint mégsem édesanyja és nagymamája sütés iránti szeretete volt rá hatással. Engem mindenki úgy ismer, hogy a konyha az nem én vagyok, ugye nagyon sokszor inkább kitakarítom az egész házat, mint hogy a konyha, meg a sütés. De viszont történt egy olyan dolog, hogy ugye instán itt tekertem és kattant egy dolog, hogy hú, de szép dolog ez, mi ez, ez ehető, és akkor hogy ezt átbeszéltem anyummal, hogy lehetne ezt kivitelezni, és akkor próbálkoztunk nagyon sok gyakorlás után, de sikerült valami ilyesmit összehozni. A cupcake klasszikusan az amerikai gyerekzsúrok szülinapok süteménye. Már az 1700-as évekből származó szakácskönyvek is megemlítik. A 19. században indult el forradalmi útjára ez a vajalapú torta, ami villámgyorsan elkészíthető. Stella nagyon sok lehetőséget látott benne, majd elkezdett kísérletezni. Ezt tapasztalom otthon is, ugye, ha szülinap, ha lagzi, ha akármilyen esemény, ugye van egy kis szép torta, akkor eleve megcsodáljuk, hogy Úristen, ezt ki csinálta, hogy csinálta, ebben mi lehet, és összehoz az egész családot. A szépen elkészített díszítés azonban sok gyakorlást igényel. Nem mindegy, hogy milyen vajat használunk, svájci vajkrémet vagy amerikai vajkrémet, és ügyelni kell arra is, hogy a vajkrém szobahőmérsékletű legyen. Nem mindegy, hogy ezeket a szirmokat hogyan helyezzük fel magára a cupcake-ekre, magára a kis tésztácskákra, ugye milyen ívben, milyen nyomással nyomjuk a kis habzsákokat, szóval elég sok fizikai van a dolognak, de a gyakorlás teszi a mestert. Állításra szerint nagyon sok mindenre megtanította a sütés. Mindenképp ugye a türelemre, úgy, ahogy sikerült formálni ezeket a dolgokat, akkor már ugye annyira belemerülök, hogy kizárom a külvilágot, és akkor a munka után egy kis jó kis relaxációs folyamatnak tekintem ezt a dolgot. Stella mesterén elkészített cupcake-jeinek híre gyorsan elterjedt. Sokakat elvarázsolt a bögretorta, amely bármilyen alkalomra kiváló ajándék. Neked kis kavét, ugye? Kapsa Júlia fogtechnikusként dolgozik, néhány évvel ezelőtt kezdett el a sütéssel foglalkozni. Autodidakta módon sajátította el a sütés fortéjait. Szakmája csak részben hasonlít a tortakészítéshez. A kettőt össze kéne hasonlítani, igazából csak annyi a különbség, hogy a fogtechnikában nem lehet megnyalni a kanalat, hogy ez most milyen krém lett, vagy milyen is az íze. Hát meg lehet, de csak nem finom. A tortakészítés folyamata sok mindenre ráébresztette. Főleg talán az, hogy találjam meg saját magam. Meg még az is, hogy ugye elvesztettem a munkahelyemet, és valamihez kezdenem kellett itthon. Szerettem volna én is valami pluszt adni a társadalomnak, vagy a környezetemnek azzal, hogy valakinek eszébe jusson az, hogy hú, megyünk egy szülinapra, akkor mit vigyünk, és hú, hogyha egy juliska tortát vagy egy süteményt viszünk, akkor az olyan fú, de menő lesz. Ezt talán így szeretném még jobban tökéletesíteni, meg elérni. Hogy egy olyan ajándék legyen a másik ember számára, amit megbecsül és értékel. Ez egy Joconde piskóta. Rajta egy fehér csoki namelaka réteg, ami magába ölel egy roppanóst, kesudió roppanóst, és az egész egy tükörglazúrt kapott. Júlia álma, hogy egyszer egy saját cukrászműhelyet nyithasson kávézóval, és szívesen ellátogatna Franciaországba, Olaszországba, hogy megkóstolhassa a nívós cukrászdák süteményeit. Nagyanyáink idejében szinte minden asszony sütött valamit a hétvégére. Ez a hagyomány elmaradt. De az amatőr cukrászaink is arra biztatnak minden fiatal asszonyt, hogy bátran kísérletezzen, hisz ma a legtöbb helyen jól felszerelt konyha van. Az alapanyagok kínálata kimeríthetetlen, és csak a fantáziára van bízva, mivel lepjük meg környezetünket. Ha pedig végképp nem megy, akkor ne féljünk a receptkínálattól, melyeknek tárháza legalább annyira gazdag, mint az alapanyagoké.